Üdvözlök mindenkit, aki még vett a fáradtságot, hogy a film után is velünk maradjon a beszélgetésen, illetve aki néz minket online élőben. Először is bemutatnám a beszélgetésünknek a résztvevőit. Kezdeném Szécsi Judittal, aki társadalomkutató, az ELTE kutatója, és hát gyakorlatilag a vidéki szegregátumokban elég sok kutatást végzett, illetve hát a helyi közösségekkel messze menő tapasztalatokra tettél szert az elmúlt hány évben, azt majd elmondod. De hogy minden esetre a vidéki szegregátumok, hát nem ugye senkinek nincsen egy olyan tapasztalata, ami az egész országra kiterjed, de azért az ország egy jelentős részében jártál sok helyen, sok szegregátumban. Akkor itt van velünk Dávid Fecó, aki ugye a Kékpont munkatársa, biopolitikai szakértő, és hát őt már ismerhetitek, volt a Rogriporter Szabad Egyetemen kanabiszos témában előadni. Hát nem is emlékeztél rá, ugye? Emlékeztél rá? Jó. Szóval, és hát Feri pedig azt hiszem, hogy leginkább a nagyvárosi szegregátumokban szerzett tapasztalatokat ezen a designer drog fogyasztás témában. Illetve végül, de nem utolsó sorban a filmnek a készítője, kollégám Takács István Gábor, aki pedig az egész filmet rendezte, és majd elmondja nekünk a műhely titkokat, remélem. Mindenesetre kezdjük egy olyan kör kérdéssel, amiből Pisti, te kimaradsz, mivel te csináltad a filmet, hogy milyen érzést hagyott bennetek ez a film, vajon mennyire ad pontos képet a hazai helyzetről, esetleg hagyott-e bennetek hiányérzetet, mi az, amit erről gondoltok? Jól van, nem kérettem magam. Jó estét kívánok, szeretettel köszöntök mindenkit, és nagyon köszönöm a meghívást, hogy picit így szóhoz juthatok a filmen kívül, így élőben is. Ugye Pisti elküldte nekünk a filmet, hogy akkor jó-e így, és hogy akkor mehet-e, és akkor megnéztem szép rendesen, mielőtt igent mondok rá. És most is, amikor néztem, azt éreztem, hogy ez nagyon jó érzés volt, hogy igazából így minden szavával egyet tudok érteni, és olyan jó, hogy azok a szakértők, akik megszólaltak, különböző területekről látják, vagy figyelik ezeket az eseményeket, és mégis annyira egységesen gondolkozunk azért ezekről a kérdésekről. Tehát, hogy nem nagyon volt olyan, ami ne hangzott volna el, és lényegesen fontos lett volna. Még azzal együtt is, hogy voltak azért olyan részek, amikben voltak ellentmondások, vagy amik színezték egy-egy kérdéskört, hogy valaki inkább ezt az oldalát domborította, valaki inkább az, de hogy az nagyon jó érzés volt, hogy minden szavával egyet értettem, vagy így tudtam azonosulni. Nekem nem volt most hiányérzetem ezzel kapcsolatban, de hát biztos, hogy nagyon sokáig lehet erről a dologról beszélni, meg főleg aztán meg majd cselekedni, szóval, hogy az se egy rossz dolog, ugye én ebből a szemből is nézem, mert én szociális munkás vagyok egyébként, ahogy ki is volt talán írva, és onnan keveredtem így a kutatói életbe bele, de hogy alapvetően... De most már tanítasz is egyetemen. Hát így 20 éve, igen, tanítok az egyetemen szociális munkásokat, de mindig a kutatásokban is ez a cselekvés attitűd nekem nagyon fontos volt, tehát hogy mégis akkor, ha ennyi mindent tudunk, akkor mit lehet csinálni ezek után, vagy tényleg milyen beavatkozások azok, amik a leghatékonyabbak, vagy amivel inkább kezdeni kell, ugye egy ilyen forráshiányos területen, és mindig az lesz, vagy csak kicsit, valamikor kicsit jobban forráshiányos van, amikor kevésbé, de hogy mindig kell egy prioritást felállítani, szóval, hogy ezek voltak az én fejembe. Köszönöm, sziasztok! Én is a saját perspektívámból néztem, vagy a saját szakmai perspektívámból, hogy én programok fejlesztésével foglalkozom munkatársam az innovációs munkacsoportban, tehát mi kitalálunk programokat különböző helyzetekre, csoportoknak, éppen most félúton tartó tépőzár is egy ilyen program, és hogy végig azon gondolkodtam, hogy amúgy vajon mit találnék ki Halmajugrára, amelyik szerintem egy ilyen csoda település volt, ahogyan láthatok, hogy 95%-os a romák aránya, és egy gyönyörűen prosperáló
falu, amelyikben a polgármester a legmagasabb szintű szakmai elvek mentén tervezte a falunak az életét, mert ami az addiktológiát illeti, tehát azért ez nem ez a jellemző, amennyire én erre látok. Nagyon jó volt látni, nagyon jó, hogy egy picit jobban rá lehet látni a vidékre, szerintem kevés film készül, vagy kevés anyag dolgozza fel, úgy szerintem ez nagyon, nagyon fontos alkotás. Az, hogy az, hogy picit kevesebben vagyunk itt a teremben, ez pontosan lemodellezi ennek a problémának az érdekeltségét, beleértve egyébként az addiktológiát, mint szakmát, amelyik nagyon szívesen koncentrál a viszonylag sok kapcsolati hálóval rendelkező középosztálybeli érintettekre, akiket viszonylag olcsón lehet a felépülés útjára indítani. Azokat, akik nagyon nehéz sorsúak, traumatizáltak, és a gyermekvédelmi ellátásból az utcára érkeznek, hogy csiliárdokat kellene arra fordítani, hogy itt eredményeket lássunk, és ez lehet látnia. De hogy az nagyon fontos, hogy éppen itt ez a film elkészült, hogy gratulálok hozzá. Nagyon szépek voltak a kamera. Okay. Köszönjük szépen a kamerának. Egy jelentős része a budapesti vágóképek, az Bordás Robi munkája. Amint egyébként egy Bújdosó János videókliphez forgatott, csak én elkértem őket. Pisti, erről a halmajugráról beszélsz egy picit, hogy ez hogy került bele a filmbe? Igen, a doktor Szemelyác János ajánlotta, hogy oda érdemes menni, mert a Lakatos Rozália, aki a polgármester, ő részt vett egy valamilyen szakmai fórumon, mert kereste a lehetőségeket, hogy honnan lehetne segítséget kapni. Mert ugye a filmben is elmondja, hogy nem nagyon van a környéken, és hogy nagyon nehéz az embereket elvinni messze, mert hogy a családjukkal szeretnének maradni, ott érzik magukat biztonságban. Úgyhogy János ajánlotta, és akkor én gyorsan lementem és csináltam ezt az interjút. Tehát nekünk a Petivel a mi munkánk, vagy a dokumentumfilm készítésünk az egy kicsit eltér az ilyen for profit vagy fesztiválos dokumentumfilm készítő világtól, amikor általában viszonylag kevés időnk van forgatni, úgyhogy éppen egy-két nap alatt forgatunk sokszor, tehát mondjuk elutazunk Skóciából, és akkor két nap alatt leforgatunk valamit, úgyhogy itt is lementem reggel, és este hazajöttem, másnap pedig lementem Komlóra, és megcsináltam a Benjaminnel az interjút, és akkor ezt kell felhasználni arra, hogy akkor onnan valamit felvegyünk, de egy nagyon jó polgármester, és nagyon jó volt vele beszélgetni. És arról is beszélj, ha már nálad van a szó egy picit, hogy magának a filmnek az ötlete az honnan jött, mi volt a koncepció? Mi sokat dolgozunk a Petivel különböző nemzetközi együttműködésekben, és van egy nemzetközi drogpolitikai konzorcium nevű szervezet, ami összefogja a világon azokat a hasonlóan gondolkodó drogreformereket, akik szeretnék, akiknek az a hozzáállás, hogy a droghasználó embereket segíteni kell, és nem büntetni. Ezt itt láttátok a film végén is, ezt a szlogent. Tulajdonképpen a Petivel 20 éve ezen dolgozunk, hogy a droghasználó embereket segítsük, és ne büntessük, és akkor segítsük abban, hogy leszokjanak, ha le akarnak szokni, de segítsük őket egészségesnek maradni, hogyha drogot akarnak használni, az pedig az ártalomcsökkentés. És ez a szervezet csinált egy ilyen felmérést, minden országban megkérdeztek szakértőket arról, hogy hogyan pontoznák bizonyos területeken a drogpolitikájukat, és a magyar szakértők is pontozták ezt, és az egyik terület, ahol érdekesség jött ki, az, hogy úgy pontozták a szakértők, hogy Magyarországon a roma embereket a drog miatt hátrányos megkülönböztetés éri. És akkor beszéltünk ezzel a IDPC-vel, és megállapodtunk abban, hogy megpróbáljunk ennek utána menni, és megpróbáljuk megkutatni ezt a kérdést, hogy a roma embereket hogyan érinti a szerhasználat és a szerhasználattal kapcsolatos rendőrségi eljárások. Mert abból indultunk ki, hogy tudjuk azt, hogy az Egyesült Államokban ott van egy nagyon erős ilyen etnikai profilalkotás, vagyis a rendőrök azokon a helyeken igazoltatnak, ahol tudják, hogy több fekete van, sokkal több fekete ellen indítanak eljárást, annak ellenére, hogy ugyanannyi fekete ember használ drogokat, mint a nem fekete, mégis börtönben sokkal többen vannak emiatt, és hogy megnézzük, hogy Magyarországon ez hogy van. Ebből indult ez a film. De nagyon sok szakértővel interjúztunk, és nagyon nehéz volt ezen a területen megszólókat találni, akik tehát sokkal nehezebb volt, mint máskor valahogy. A másik kiinduló pontunk egyébként az volt, hogy
Mi még a Petinvel, amikor a TASZ-nál dolgoztunk, akkor sokat forgattunk a Roma program keretében, és ott kimondottan ki tudtuk mutatni, konkrétan én az Ádámmal készítettem, meg a Bordás Robival dokumentumfilmeket arról, hogy Magyarországon hogyan van jelen ez az etnikai profilalkotás falvakban, tehát az, hogy a rendőrség egy faluban heti 5-ször büntet meg bicikliért valakit, mert lapos a gumijának a kereke, vagy mert vagy nincs rajta csengő, vagy meg ha minden van, még ha sisakja van, meg mellénye van, meg minden van, akkor is azt mondja, hogy nem tudom, de nem elég, nincs eléggé felfújva, úgyhogy válasszon 19 és 25 között, és akkor azt mondja, hogy 20, akkor azt mondja, hogy nem jó, mert páratlan legyen, 21 jó, akkor 21 ezer forintos bírságot fogsz kapni, és akkor az annak, akinek mondjuk 50 ezer forint a havi bevétele, aznak nagyon gyorsan elkölti a pénzét ezek a bírságok, és aztán börtönbe került. Tehát erről nagyon sok ilyen filmet csináltunk, hogy ez kifejezetten a romákat csinálja a rendőrség. És akkor azt gondoltuk, hogy a droggal kapcsolatban is, de itt a megszólalók és azok a szakértők, akik ezzel foglalkoztak, azok nem támasztották alá azt, hogy rendszer szinten ezt a rendőrség ennyire így használná különböző okokból. Biztosak vagyunk benne, hogy egyébként többet igazoltatják a roma embereket, és ezért többen kerülnek eljárás alá is, de amit mi erről tudtunk állítani, az volt, amit a Csák Robi elmondott itt a film végén. És ezért inkább úgy döntöttünk, hogy lesz ez a... Tehát csak erről nem tud szólni a film, hanem akkor legyen inkább egy teljes film arról, hogy hogyan néz ki Magyarországon az új pszichoaktív szer használat, és ez hogyan érinti a vidéket. Ti hogy látjátok a rendőrségnek a szerepét ezen a területen, Feri? Nem nagyon látok rá, vagy az utcai munka során itt Budapesten nem találkoztunk úgy érdemben rendőrökkel, vagy nem tapasztaltuk azt, hogy ilyen nagyobb tornáztatás lett volna. Szerintem ez egy, amit Pisti mondott, ez egy ilyen tipikus vidéki dolog, talán itt kevésbé lehet megtenni, vagy nagyobb a láthatóság, úgy akikkel mi kapcsolatot teremtettünk, ők elsősorban nagyobb köztereken érhetők el. Ősvezért ér egy ilyen nagyobb epicentrum, akkor a Dózsa-Lehel környéke, akkor a Népliget. Tehát a Népligetnél például, ami szerintem ilyen rémálom módon működik, prostitúció, droghasználat, dílerkedés szempontjából, ott amúgy egy rendőrség elhalad, így egy rendőrkocsiban. Nem gondolom, hogy ki kéne szállniuk, de hogy kb. Ez a láthatósága. Szerintem itt a budapesti utcai droghasználók esetében nem a rendőrség az egyes számú probléma, vagy nem, én nem éreztem, hogy lett volna ilyen nagyobb összeütközés. Biztos nem jó arcok, meg úgy nem vagyok általában a rendőrökről jó véleménnyel, tehát nagy az jön, de esetleg a mondókámból, hogy ezt így gondolom. De hogy nem, szerintem nem ez az egyes számú probléma itt a budapesti esetben. Egyébként meg vidéken én nem jártam annyi helyen, mint mondjuk Judit, de ott is azt tapasztaltam érdekes módon, hogy inkább így arra panaszkodtak az emberek, hogy nem, nincs ott a rendőrség, hogy kihívják, de nem megy ki, hogy miért nem viszik el, tehát hogy így ez a miért nincs minden rendőr a sarkon típusú hozzáállás. Nem tudom, kettő jutott eszembe. Egyrészt azt gondolom, hogy az a jelenség, az egyértelműen van Magyarországon is, hogy a rendőrök inkább igazoltatják azokat, akik nem csinosak, akik romák, akik hajléktalanok, vagy akik bármilyen láthatóan peremhelyzetben vannak a társadalomban. Szóval ez van, de szerintem nem a droghasználat mentén kerülnek képbe, hanem azért, mert eleve őket igazoltatják a romaságuk miatt, vagy a hajléktalanságuk miatt. És en passant, hiszen körükbe magasabb is azok, akik szert használnak, mert hogy ők egy érzékenyebb, sérülékenyebb réteg. Ezért összefolyik a kettő. Szóval szerintem nem tehát hogy innen szerintem ez igaz. Tehát, hogy szerintem ez van, és ez látszik is, hogy attól, hogy ő peremhelyzetben van, attól igazoltatják, és így keveredik bele mellékesen a droghasználat is. De hogy ő azért megy oda, mert talál majd valamit, a lapos gumit, vagy a kijárási tilalomban a COVID idején, ez nagyon gyakori volt vidéken is, hogy ő elhagyta a házát, mindenki mászkált össze-vissza, szóval, hogy ez nem volt egy tipikus, de mégis a szegregátumban szedték össze azokat a büntetési százalékokat, amiket nem tudom, elő voltak írva, vagy nem tudom, ott végezték a dolgukat. Tehát, hogy
ez a jelenség szerintem így függ össze a droghasználattal. A másik, ami tényleg van, az a vidéken, ami látszik, hogy kevés a rendőri jelenlét, mint ahogy a Robi mondta is, hogy mindenféle szolgáltatás kevés. Tehát, hogy ahogy nincsen posta és fogorvos, meg szociális munkás, meg gyerekorvos, úgy nincsen rendőr sem egyébként az egészen kicsi településeken. Ugye itt szerintem nagyon erősen el kell választani a vidék, kell kapcsolatban azt, hogy ezek nagyvárosok, megyeszékhelyek, nagyvárosok, kisebb települések, vagy apró falvak. Szóval hogy ez nagyon más az élet is, meg az ellátottság, a szolgáltatások is, a droghasználat is ezeken a területeken. És hogy nagyon gyakori az tényleg van, hogy van egy ilyen csodavárás a nem droghasználó lakosoktól, hogy majd ez megoldja a problémát, hiszen ha a rendőr... Hogy bejön a rendőr, és akkor majd jól lecsukja. Intézkedik, és akkor rend lesz, igen. De hogy ugye ezt azért tudjuk, meg a filmben is elhangzott, hogy ez nem ilyen egyszerű, mert hogy ahogy elvisznek valakit, rögtön lesz a helyén más, tehát hogy ez nem oldja meg se a dealer kérdést, se a droghasználatot az adott településen, de valóban van egy ilyen csodavárás, vagy nyomás, hogy ez egy ilyen megoldás lehet. Ugyanakkor valóban szolgáltatás szinten, nem csak a droghasználókkal kapcsolatban, hanem semmilyen szinten rendőri jelenlét, minél kisebb egy falu, úgy a települési lejtő az teljesen egyértelműen érzékelhető, annál kevésbé van bármilyen jelenlét, ami szolgáltatást jelentene, így rendvédelmi szolgáltatás sem, most ha ezt így fogjuk fel. Itt a filmben is, meg itt is ugye említettük sokszor azt a szót, hogy szegregátum, és itt ugye nagyrészt olyan település részekre gondolunk, ahol szélsőséges a kirekesztettség, nagyon magas a kisebbségi polgároknak az aránya, de hogy nagyon sokféle ilyen szegregátum van, és hogy az tök jó, hogy ezt így említetted, és hogyha mondjuk az ember a sajtót nézi, akkor gyakran olyan kép alakulhat, hogy olyan hamis kép alakulhat ki benne, hogy akkor minden szegregátumban mindenki designer drogozik, és ezt, ha jól tudom, te is szoktad mondani, hogy azért ez nagyon nem így van, és hogy nekem a fő kérdésem az itt az, hogy mi az, ami tehát mi mentén válik el az, hogy az egyik szegregátumban mondjuk designer drogok vannak, a másikban meg mondjuk nincsen, csak nyugtató meg alkohol. Igen, hát ez elég összetett kérdés, nem fogok éjfélig szavalni erről, mert hogy tényleg... Jó, megpróbálom összeszedegetni, amik ezzel kapcsolatban a tudásunk. Egyrészt szerintem az nagyon fontos volt, amit a Robi mondott, hogy az alkohol és a nyugtatók, tehát az gyógyszerabúzus, az nagyon jelentős. Szinte minden településen ez jelen van, függetlenül attól, hogy ezek milyenek, ezek a települések. A szegregátumnak ugye van egy egészen pontos definíciója, amit mi a kutatásokban is a KSH definíciója alapján határozzunk meg. Ugye ez azt jelenti, hogyha egy településen belül, ha 50 fő összejön abból egy település részen, akiknek az iskolai végzettsége legfeljebb 8 általános iskola, illetve az elmúlt évben nem volt keresőképes, nem volt jövedelmük, a társadalmi transzfereket kivéve, tehát hogy bérjövedelmük, vagy bármilyen munkából származó jövedelmük, akkor azoknak az 50%-át, ha eléri azon az egy helyen lakóknak az aránya, akkor azt számítjuk szegregátumnak, és erre mondtam, hogy abból van 1700, egyébként nem csak a kis településeken, hanem a fővárosban, 10 kerületben, és a megyeszékhelyeken, illetve nagyobb városokban is. Ugye, amit mi láttunk, az Miskolc volt, ami nagyon-nagyon másképp működő szegregátum, szóval hogy a Helga nagyon sok mindent mondott azzal kapcsolatban, ami például egy kis településen nincs, például a munkahely lehetőség, vagy munkahely teremtés, az utazás, az elérés, a szolgáltatások, hogy egyáltalán van nappali ellátás, szóval, hogy ez egészen mesés, és ez tényleg csak a városokba fordulhat elő. Hogy mitől függ az, hogy melyikben van, melyikben nincs, ez nagyon összetett. Az egyik biztos, hogy ez a szolgáltatásoknak az elérhetősége, biztos, hogy számít az, hogy történetileg mennyire
koherens, vagy mennyire van közösségi kohézió a településen belül az együttélés viszonylatában, a szegregátumon belüli is, illetve a településsel közösen, tehát a település többi részéhez vonatkozóan is, hogy ez a kohézió milyen egy településen belül, illetve hogy történetileg milyen stratégiák alakultak ki a túlélésre. És ugye a románknak a szerepe ezekben a településeken nagyon fontos, illetve az, hogy ők hogy integrálódnak, fogadták be őket, szóval, hogy ez kettős, ezt remélem érthető, tehát hogy egyrészt az ő beilleszkedésük, másrészt pedig a befogadásuk, az mennyire beágyazott történetileg, ez is meghatározza azt, hogy néz ki az ő helyzetük, hogy néz ki az egész településnek egyébként a mentális jólléte, és azok a stratégiái, amik esetleg elfoglalhatják a droghasználat helyét, vagy vannak helyette. Tehát, hogy ez... Feri, nektek most a Kékponttal volt egy főváros által támogatott projektetek, ami kimondottan a Margón élő herbál biófogyasztók megkereséséről szólt. Beszélnél erről, hogy mik voltak a tapasztalataitok? Mire jutottatok? Ugye itt alapvetően sok különbség van a vidékkel kapcsolatban, de hogy itt van ellátórendszer, itt az ellátórendszer zárja ki a droghasználókat, az érintetteket. Maga az érintettek, ők az utcán élő droghasznak, akik életvitelszerűen hosszú évek óta élnek az utcán, nagyobb köztereken. Őket elsősorban a hajlítan ellátó rendszerből a nappali melegedő az, amelyik tudná fogadni, de a nappali melegedők amúgy is túlterheltek, kiégett kollégák, alulfinanszírozottság, plusz nincsenek meg azok a kompetenciák, az empátia a droghasználók irányában, hogy szükséges lenne ahhoz, hogy tudják őket fogadni. Ezért akkor, amikor berobban a herbál és a kristály használat, akkor egy kitiltás hullámmal reagálnak erre, mert a következtében kialakul egy ilyen rejtett droghasználói réteg, egy nagyjából 300-500 ember, akiket lát az intézményrendszer, de nem képes érdemben ellátni. Nincsenek felépülési utak, és megkezdődik egy ilyen 10 éves zuhanás, amelyben nagyjából két oldal vitatkozik egymással, az addiktológia, ami azt mondja, hogy ez egy szociális probléma, ezzel mi nem tudunk foglalkozni, és a szociálpolitika oldal, ami azt mondja, hogy ez egy addiktológiai probléma, ezzel mi nem tudunk foglalkozni, és akkor kb. Ezek az emberek eltűnnek a szemünk elől, és belértünk magunkat, és úgy adunk erről nyilatkozatokat, meg interjúkat, hogy mintha tudnánk, hogy miről beszélünk. És ez tart mindaddig, amíg ki nem megyünk az utcára, és szembesülünk azzal, hogy ezek egyrészt a mi klienseink, és ők fele részben az egykori tűcsere kliensek, akik azóta bolyonganak az utcán, a másik felének az egyik része a gyermekotthonokból érkezik, folyamatosan egyébként, a másik negyede pedig vidékről ingázik föl le, például Miskolcról van, hogy eljöttek mondjuk Budapestre, de Miskolcon beszéltem olyannal, aki Budapestről ment a Miskolcra, mert jobb az ellátás, mert hogy vidéken viszont, ahol van ellátás, ott nem zárják ki a droghasználókat, és nem értik, hogy a budapesti ellátórendszer hogy engedi meg magának azt, hogy valakit kizár az ellátásból. És akkor erre mi először a Ferencvárosi kormányzat támogatásával voltunk kint terepen, tapasztalati szakértővel, ami azt jelenti, hogy mi úgy dolgozunk az alapítványnál, hogy bevonunk érintetteket a munkába. Tehát akkor, amikor kimegyünk utcára dolgozni, akkor van egy emberünk, aki a munkatársunk, ő utcán élő droghasználó, fizetést kap azért, hogy nekünk dolgozzon, nincsen abszinencia elvárásunk, dolgozunk vele, és akkor ő az, aki segít minket terepen, plusz segít a program fejlesztésében. Tehát megkérdezzük azt az embert, akinek programot fejlesztünk, hogy milyen lenne az a program, ami nektek jó lenne. És ez nagy meglepetésekkel jár egyébként, hogy meg tudják mondani ezek az emberek, hogy mi lenne az, ami jó lenne. És akkor ebből csináltunk két kört. A második körben, az első körben Strauss Róbert volt a munkatársunk, meghalt már sajnos. A második körben pedig Pápai Mihály. Ők voltak a legfontosabb tapasztalati szakértőink, és akkor a főváros támogatásával úgy döntöttünk, hogy megpróbálunk több tapasztalati szakértőt bevonni, ez volt a véleményvezérek bejövetele címet kapta. Megpróbáltuk azt, hogy valamilyen módon mediáljunk az intézményrendszer és az érintettek között, ez nem sikerült annyira erősen, ugyanakkor sikerült tapasztalati szakértők által további érintetteket bevonni, és kialakítani olyan ártalomcsökkentő eszközöket, amelyekkel el tudtuk érni az érintetteket. Alapvetően olyan könnyű elérni
abban az esetben, hogyha van emberünk, van tapasztalati szakértőnk, akkor nagyon könnyű elérni ezeket az embereket az utcán, viszont nagyon-nagyon nehéz intézményi közelségbe húzni. Tehát az elmúlt most lassan 15 évben kialakult egy ilyen rettenetes idegenség és elzárkózás mind a két oldalról, tehát a nappali melegedő semmilyen módon nem szeretné, hogy a droghasználó oda menjen, mert a káosz ügynökének tartja, a problémának tartja, hazugnak tartja, megbízhatatlannak tartja, szemben az odajáró többi emberrel, míg a droghasználók úgy élik meg, hogy ezek az intézmények, ezek elveszik a méltóságukat, ami egyébként teljes egészében igaz. Ezek az intézmények jelentős részben kérésre vannak kialakítva, tehát be lehet menni, kérni valamit, de önállóan végezni valamit. Azt nem lehet, például az egyik konferencián Misi megfogalmazta az ott megjelenteknek, hogy ott valaki éppen arról beszélt, hogy ilyen ENSZ-el kapcsolatos társasjátékot játszanak a melegedőben. És akkor Misi mondta, hogy amúgy ő inkább szeretné megtudni ezt, hogy hogyan működik a mikrohullámú sütő, mert hogy amúgy az egy ilyen hétköznapi tudás. Tehát alapvetően a pesti oldal hajléktalan ellátó rendszerén nem képesek menedzselni ezt a helyzetet, és a droghasználók az alapvető szükségletek kielégítéséhez veszik igénybe, tehát enni, mosakodni és ruhát szerezni addig, amíg ki nincsenek tiltva, amiatt, mert droghasználók. Az ellátórendszernek az a része, amelyik többet nyújtana a melegedőnél, ott pedig, hogyha valaki bevallja, hogy kábítószer használó, akkor elveszíti ezeket a szolgáltatásokat. Ezek után várjuk azt, hogy segítséget kérjenek, bevallva azt, hogy droghasználók. Ebben az ördögi körben élnek jelenleg az érintettek. Ami erre megoldást nyújtana, az egy olyan melegedő, amelyiknek a stábja nagyjából az egykörű tűzsere programmal hasonló mértékben képes kezelni a helyzetet, és azt mondja, hogy gyere be hozzánk ide, bármennyire is készen vagy, csak gyere be, csak szusszanj, fújd ki magad, és akkor el tudna kezdődni egy munka, ahogyan például itt a miskolci érintett mondta, aki bejárt erre a helyre évekig, kb. Ez egy hosszú meló, majd egyszer csak azt mondta, hogy oké, akkor amúgy én most állok készen erre. Hogyha akkor van egy mentori program, akkor el tud vele indulni. Ebből most semmi nincsen. A szakma jelentős része nem ad választ erre a droghasználói csoportra. Egyszerűen nem veszünk róluk tudomást. A tűzsereprogramok megszűnésével az alacsony küszöbű programok ráfordultak más társadalmi csoportokra, amelyekkel könnyebben lehet dolgozni. Egy nagyjából 15-20 éve utcán élő érintetnek az, hogy elkezdjen valamilyen módon funkcionálni egy felépülési közösségben, az egy másfél éves előgondozást igényel. Ebben a másfél évben hátizsákos utcai munkával kell mennünk ezzel a crew-val, és puhítani őket, és mellettük lenni. Ez kiszámíthatatlanul sok pénzbe kerül. Nyitni egy ilyen herbás-specifikus melegedőt, ezt kb. Másnap fölgyújtaná a lakosság szerintem, hogyha ezt így bejelentenénk, hogy akkor van egy ilyen hely, tehát ez is egy ilyen probléma, plusz ez is egy milliárdos beruházás, de hogy ezen a helyen lehetne azt elindítani, hogy mondjuk az, aki bejár, a herbál esetében nem nagyon van ilyen tragikus elvonási tünet, ha valaki herbálozik, amúgy délután kettőig egész szépen el tud lenni. Hát van sóvárgás, de nem kell úgy menni, mint a heroinna, hogy most akkor nem tudom én meghalok, hogyha nem lesz meg. Ezért simán be lehet vonni valakit, hogy akkor oké, ezen a helyen segíts nekünk megfűzni a teát, segíts tartani a rendet, kapsz ért 5000 forintot. Ha valaki bejár rendszeresen egy ilyen helyre, és kap ért 5000 forintot, akkor elkezd benne dolgozni valami, hogy amúgy egyébként ez a dolog ez jó, hogy valahová tartozom, és picit így a meleg víz feltalálásában az ember elkezd funkcionálni. Hogyha van egy felépüléscentrikus addiktológiai szintén, ami egyébként egész jól működik, ezek a rehabok néven futottak régen, akkor ha oda be tudunk valakit léptetni, akkor amúgy onnan már egész biztosított az útja. A védett munkahely, a vallási közösség, számtalan dolog, de jelenleg a nappali melegedők világa és a felépüléscentrikus addiktológiai ellátás között egy óriási szakadéktátong, és ezt a szakadékot kéne kitöltenünk programmal, aminek fontos rész lenne egy melegedő, meg egy nagyon-nagyon erős utcai munka, mentori hálózattal. Ebben a fővárosi programban ennek a fejlesztésén dolgoztunk, de az erre fordított 9,5 millió forint, az nagyjából arra elég, hogy ennek a fejlesztésével
foglalkozzunk, ehhez szektorok közötti együttműködésre van szükség, ez is elhangzott, azt mondtad teszádból, hogy amúgy, tehát hogy ezt nem fogjuk tudni megoldani egy civil szervezet, hanem az alapvető az egészségügyi rendszernek, meg a szociális ellátóknak kellene együttműködniük, de ahhoz ki kéne lépnünk a szociálpolitikának az teraszomborozós hangulatából, Pistám, ide 60 milliót tudtok majd adni. Akartál valamit hozzáfűzni? Igen, csak egy ilyen tisztázó dolgot, hogy ugye a szociális törvény az lehetővé teszi nappali ellátásnak a működtetését, ami az addiktológiai ellátásban ugye az alacsony küszöbő ellátás, meg a közösségi ellátás, meg az utcai munkát. Most a hajléktalanoknak külön ilyen intézményrendszerük van, és szerintem az óriási probléma, hogy azok az alacsony küszöbő ellátások, amik pontosan felszívták volna a szerhasználókat, akkor, amikor ők szanaszéllyel és meg sokszorozódva kerültek az utcára, akkor ezek megszűntek, és ez egész a hajléktalan ellátásba csapódott le, ami azért nem, tényleg nem tudja felszívni ezt a mennyiségű embert, és tényleg nem ért hozzá olyan mértékben az a szociális és munkás azokhoz az addiktológiai kérdésekhez, amihez viszont nagyon is jól tudna reagálni egy alacsony küszöbő ellátás, egy rendszer szintű alacsony küszöbő ellátás, nem pedig egy-egy intézmény, ami mondjuk a fővárosban is így elszórtan működik, hanem hogy tényleg rendszer szintű nappali ellátásra lenne szükség az addiktológiai ellátás területén, ami szerintem érdemes lenne külön választani a pszichiátriai betegek nappali ellátásától, a hajléktalanok nappali ellátásától, akkor, amikor ezek specifikus szolgáltatásokat is tudnának nyújtani, vagy tudnák az utat az ellátórendszer magasabb szintű szolgáltatásai felé. Csak még egy dolog, ami szerintem jól mutatja, tehát, hogy akkor, amikor minket először megtalált a Gubacsi úti melegedő, hogy óriási probléma náluk a biofű, akkor elmentünk, és ők azt kérték, hogy segítsünk nekik. És mi azt mondtuk, hogy mi semmilyen segítséget nem tudunk nyújtani, mert az, hogy valaki bejön a Kékpont alapítványhoz hetente egyszer konzultálni 45 percre, az életminősége semmi módon nem fog javulni. Tehát ha nincsen nulladik ponti lakhatás ehhez a folyamathoz, akkor ugye a felépülés az lóg a levegőben, az nem felépülés, hogy utcán vagyok. Tehát abban a pillanattól kell valamilyen szállás. De hát ezt a hajléktalan ellátórendszernek nem mondhatod azt, hogy itt egy droghasználó szeretné neki szállást, mert hogy annak sem tud szállást adni, akinek ő szeretne. Tehát hogy ez... Abszolút, igen. Így van. Azért kellene picit erősíteni, amit a Szemelyác doktor is mondott, ugye ennek a piramis jellegét, hogy alul, akik elérik azokat a szerhasználókat, akik nem mindig vannak az utcán, hanem egyébként szerhasználók, de még mondjuk laknak, vagy a lakhatásuk megoldott, azokat is be tudja vonni az ellátórendszerbe. Mindenesetre a Fecó említette, hogy hát a lakosság valószínűleg fölgyújtaná, hogyha nyílna egy ilyen herbálcentrikus, vagy is mondta, herbálcentrikus, meg herbálspecifikus melegedő. Ez a munkacímben fejlesztésben. Nagyon jól hangzik, de hogy igen, hogy lehet, hogy ilyen kaszára kapnának a helyi lakosok. És itt a filmben is ugye vannak azért azok a vágó, vagy ilyen képek, amik ugye mutatják azért a lakossági attitűdöket, vagy a hozzáállást a herbál fogyasztókhoz. Pisti, ezeket honnan szedted le? Beszélsz erről egy picit, és hogy miért raktad bele a filmbe? Igen. Hát ezek a vágóképek, amik embereket nagyon szörnyű helyzetben mutatnak, ezek a Herbál Figyelő nevű Instagram oldalról vannak, ami egy ilyen zárt Instagram csoport, akinek nagyon kedvesen megengedte nekem, aki létrehozta, hogy ezeket felhasználjuk. Hogy ő pontosan ezt miért hozta létre, azt nem tudom, amikor ő megszólal különböző más videókban, akkor ő azt mondja, hogy szeretné felhívni a figyelmet erre a problémára, de hát amire használják azt a zárt csoportot az emberek, az alapvetően az, hogy felvesznek elájult embereket és röhögnek rajtuk. Tehát felveszik, hogy mennyire vicces, hogy átollizik a gördeszkájával az ájult emberen. Én szerintem az egy jelenet tökéletesen mutatja, hogy hogyan állunk Magyarországon ezek az emberekhez. Tehát nem az, hogy nem érdekel minket, hogy mi van, de még röhögünk is rajtuk. Tehát szerintem egészen elképesztő. Tehát eszébe se jut az embereknek, hogy azok is emberek, velük is valamit kéne kezdeni, és hogy nekik is vannak jogaik, és hogy nekik is van emberi méltóságuk. Tehát ezek a képek, és a felmerül a kérdés, hogy vajon ezeknek az
újra közlése az, az problémása vagy sem. Én azt gondolom, hogyha egy olyan kontextusban közöljük ezt újra, ahol pont arról beszélünk, hogy ezeknek az embereknek vissza kéne adni a méltóságát, ott ez megállja a helyét, mert hogy ezzel pont azt mondom, hogy nincsen, és el van véve ezeknek az embereknek a méltósága. Úgyhogy közben mi azon dolgozunk 20 éve, hogy ezt a méltóságot valahogy visszaadjuk az embereknek. Tehát ezekről a vágóképekről ezt mondom. Van esetleg a közönségből kérdése valakinek most ezen a ponton, mert akkor átadom a mikrofont. Addig elmondom, hogy én volt, hogy hetente fölnyomtam a Herbál figyelőt a tulajdonosánál, de amúgy én is betettem, mi is használjuk ilyen konferenciák, mert fontos, de rémálom az, hogy ez létezhet. És hát ott röhögnek ilyen szmájlikkal, hogy nézd meg, fejbe kéne rugni, tehát ott inkább ezek vannak. Hogy aki túl sok biofüvet fogyasztott, és ilyen colstock pózban ragadt neki, hogy lehet legjobban segíteni? Hát én azt gondolom, hogy úgy, hogy az ő általános helyzetét javítani, hogy ne akarjon túl sok biofüvet fogyasztani. Én egyébként azt gondolom, hogy lehetne ártalomcsökkentő információkat adni ezeknek az embereknek azzal, hogyha nem akar colstock módban, akkor kevesebbet adagoljon abból a fűből. Tehát, hogy lehetne ez titrál, tehát, hogy ezt lehetne... Mert hogy tudjuk, hogy ez egy túladagolás, amit részben azért van, mert hogy egyenlőtlenül osztik el az az anyag, meg beáztatják, meg saját maguk csinálják, nem lehet nem lehet tudni, hogy most éppen abból az adott csomagból az oldalán mennyire erős, és esetleg halálosan túladagolod magad, míg a másikat meg nem is nagyon érzed. Tehát lehet, hogy lehetne valahogy ezzel valamit tenni, de egyébként azt gondolom, hogy szociális munkás segítség, és segíteni annak az embernek, hogy ne ez legyen az ő kikapcsolódási lehetősége. Most, bocsánat, tehát első körben most ilyen gyors segítségre gondoltam, hogy ott helyben, mert hogy nem tudom, hogyha mentőt hívok rá, az nem tudom, hogy szükséges-e, vagy ki alussza, vagy hogy csak vizet kell neki adni, vagy hogy így ott helyben hogyan lehet neki. Mi sokat foglalkoztunk azzal, hogy mi ez az állapot, és igazából ilyen több interjú után derült ki, hogy ez egy ilyen nagyon sokak által megírt ugyanaz az állapot, ez egy ilyen nagyon-nagyon mély, úgy fogalmaztak, hogy egy ilyen mély ősi dzsungelben vagy, és üvöltesz. És volt ott az egyik srác, aki a villamoson üvöltött, és akkor ez az üvöltés, ez egy ilyen mesztelen üvöltés, így fogalmazták meg, és ebből az állapotból, de senki ne csinálja, tehát ebből az állapotból amúgy ilyen nagyon-nagyon-nagyon erős üvöltéssel lehet őt kirántani minimális időre. De ez akkor volt főleg ez az üvöltés, amikor volt ez a Bika néven futott egy ilyen média őrület, hogy a Bika öl, ami alapvetően egy ilyen poros cigi volt, ami azt jelenti, hogy nem feloldották a port acetonnal, hanem rászórták egyből a cigire, és akkor ilyenkor így lecserepesedik a torok, és akkor általában a halált leginkább ez okoz. Tehát mindenképpen túladagolás minden egyes használat. De hogy amúgy, hogyha valaki ebben az állapotában van, akkor az itt ez lezajlik. Alapvetően hosszú órák alatt. Maga az élmény, az egy elveszés élmény, tehát azt jelenti, hogy valaki elveszik a saját gondolataiban, a városban, mindenben leszakadás mindenről. És ez a fajta leszakadás élmény, vagy kiszakadás élmény az, amelyik, hát nem, ez nem egy vonzó élmény, de úgy van valamilyen pszichedelikus élmény része is, tehát nem csak azért csinál valaki, hogy kiszakadjon a nyomorból, hanem van benne egy ilyen típusú mélység. De sajnos a használóknak a túlnyomó többsége egyszerűen nem rendelkezik azzal a szókészlettel, hogy érthetően el tudja nekünk mondani, hogy mi a jó Isten történik vele akkor, amikor biózik. És ebből a szempontból a Strauss Robinak vele volt szerencsénk, mert hogy ő egy 3 évet elvégzett a szociális munkából, és ennek okán el tudta mondani, és aztán megkérdeztünk több embert, és nagyjából ez a nagyon-nagyon mély érzés volt. De amúgy az, amikor valaki ott átugrik az egyik érintett fölött, ez akkor, mi Robival megnéztük ezeket a képeket, és mondta, hogy volt, hogy meghalt valaki az utcán, a járdán, amúgy túladagolásban, és hogy egy órákkal később találták ki. És akkor gondolkodtunk azon, hogy simán előfordulhatott, hogy valaki mondjuk egy halott fölött ugrik át így. Tehát, hogy ez az, hogy az, hogy Budapest lakossága ennyire lemondott a másik emberről, és így végignézzük tulajdonképpen az utcán a vergődésüket, az rémálom.
Nekem volt egyébként, hogy így találtam a Népszínház utca elején, ott a McDonald's előtt egy embert feküdni, és akkor hívtam mentőt. És a mentő nem akarta kiküldeni, mert azt mondta, hogy vagy beszéltetni akart, hogy még várjunk, vagy nem tudom meg. És én már kiabáltam a nővel, hogy küldjön már, itt fekszik, nem tudjuk felkelteni semmi. És akkor odalépett valaki, és azt mondta, hogy hagyjad, ez csak egy drogos, és akkor a srác ezt meghallotta, felpattant a szeme, és elszaladt. Tehát, hogy valahogy ez én volt. Ja, nekem is. Azt hiszem, hogy az információk... Tücsőjében is volt, mindig ez voltam. Csak együtt dolgoztunk a Fecóval, még 20 éve kezdtünk el dolgozni a Tücsőjében, és ott is mindig ez volt, hogy stondultak a srácok, semmit nem tudtunk velük csinálni, például mondjuk a Balázs, a Yusuf, és amikor mondtuk, hogy de akkor ki fogjuk hívni a mentőt, semmi, és amikor megérkezett a mentő, mert kihívtuk, hogy túladagolás, akkor amint belépett a mentő, felpattant és elszaladt. Vagy mondjuk berekedtek, mire kijött a mentő. Igen, de azt gondolom, hogy a kérdésre is egy picit visszatereljem a szót, vagy nekem az jutott eszembe, hogy ez az információadás, ami pontosan az alacsony küszöbű szolgáltatásoknak lenne a feladata, ha léteznének, vagy hogyha tényleg rendszer szinten lennének, ahogyan a tűcsere is korábban volt, én is dolgoztam 3,5 évet abba a tűcserébe, és a Balást, vagy a Yusufot még én is. Elmondott, hogy mi az, hogy alacsony küszöbű? Hogy mi az, hogy alacsony küszöbb? Oké. Szóval az alacsony küszöbű szolgáltatások azok a szolgáltatások, ahol nincsenek olyan elvárások, hogy valaki abszinensen vagy neszer használat hatása alatt vegye igénybe a szolgáltatásokat, és nagyon-nagyon az elsődleges feladata az, hogy tényleg ez a kapcsolatteremtés megtörténjen, és hogy ez a kapcsolatteremtés a felhasználó részére egy jó benyomás legyen, hiszen az fogja biztosítani azt, hogy a mi kapcsolatunk után bízzon az ellátórendszer többi részébe is, és rajtunk keresztül akár évekkel később eljusson oda, hogyha ő ott tart, hogy változtatni szeretne a szerhasználati szokásain. Itt egyébként életminőséget javító közvetlen szolgáltatások vannak, tisztálkodási lehetőség, mosási lehetőség, tea, nagyon sok információ tud lenni, hogy biztonságos szúrni, hogy biztonságos ezeket a szereket használni, hogy kell ezeket adagolni. Ugye ezekhez kapcsolódnak, ami szerintem borzasztóan hiánypótló lenne Magyarországon is, és hát mindegy, nem leszek népszerű, vagy nem tudom, a használói szobák, tehát hogy azok nem csak a heroinistáknak tudnak működést, vagy megfelelő szolgáltatást biztosítani, hanem ez esetben azért a bio, vagy a kristály használóknak is, ami most megint amúgy tűnik, hogy nagyon ezt kéne. Is, ezt is mondjuk el, hogy mi az pontosan. A használói szobák azok, ugye ezekben az alacsony küszöbű szolgáltatásokban nem lehet semmilyen szert használni, és semmilyen szó nem lehet szercserélésről se, szóval, hogy kereskedni se, vagy ezzel kapcsolatos információt gyűjteni se az alacsony küszöbű szolgáltatásoknál. A használói szobákban viszont mindez megengedett, tehát ott olyan szakemberek vannak, akik tudják azt, hogy mikor kell tényleg mentőt hívni, mikor van az a túladagolási pont, amikor orvosi beavatkozásra van szükség, illetve tudnak olyan információkat adni, hogy a rosszuléten járó szerhasználatot meg lehessen előzni, és ennek a felhasználó is aztán a birtokában legyen később, hogyha mondjuk nem a használói szobában fogyasztja ezt a szert, hanem a saját lakásában, vagy egy junky tanyán, vagy nem tudom hol. Igen, meg nagyon sok minden más is van még, hogy hova tud ő menni, hogy hol lehet tajkártyát intézni, hogy kaphat ruhát, hogy kaphat egyszer egy zsíros kenyeret, szóval ezek mind vannak. A használói szoba az annyival több, hogy ott akár lehet szert is fogyasztani, pont azért, hogy mondjuk a különböző közlekedési balesetek, a különböző, hát nem tudom, társadalom által kivívott reakcióktól is megvédjük a használókat. Egy pici fényt még raknék az alacsony küszöbnek erre a romantikus része, ez nagyon fontos. Tehát, hogy ezekre a helyekre be tud valaki úgy jönni droghasználóként, hogy az, hogy a droghasználó, az semmilyen ellenőrzést nem vált ki a belépéskor, és ez nagyon-nagyon fontos. Tehát ezek az emberek megszokták, hogy az, hogy droghasználó, az, hogy én anyagos vagyok, az azt jelenti, hogy mindenki feddén néz rám, hogy mindenkinek ezzel problémája, vagy mindenki meg akar változtatni, mindenki nagyon okos, mindenki megmondja, hogyan kéne élnem. Erre a helyre bejön valaki, akkor elfogadjuk, hogy oké, akkor amúgy itt ez van. És hogy ez ennyi. És valaki bejön, én sem leszek túl népszerű, valaki bejön a 7. hónapos terhesség során
tűért, és ha nem tudok neki tűt adni, akkor nem jó helyen dolgozom. Tehát ez tök fontos, hogy ez az a hely, ahová bárki bejöhet, aki anyagos, és nem akarjuk őt megváltoztatni. Ülj le, tesó, kicsit fújt ki magad, igyál egy teát, hogy vagy. Tehát az a srác, aki ott összegörnyedve volt, miután magához tér, ott van egy utcai szocmunkás, megkérdezi, hogy jó vagy te sem, túléltél, meg vagy? Na. És akkor mi újság veled? És akkor tehát ezzel indul el a meló. És ezt jelenleg a magyarországi hajtanlátó rendszerben nem ezt kapják, az ellenkezőjét, azt képek, hogy egyébként drogos kutya vagy. És akkor ebből mondjuk úgy nehéz egy segítség kérésé formálni ezt a dolgot. Igen. Mert nincs addiktív ellátórendszer ilyen szempontból, ez, hanem lecsapódik a többi szociálisba. Hát igazából az az ellentmondás, hogy amúgy a Filip és Szentikus addiktológiai szolgáltatás Budapesten szerintem amúgy európai szintű, abban az esetben, hogyha valahol laknod. Tehát, hogyha egyébként valahol laknod, és be vagy kötve, és nagyjából van melód, vagy mondjuk nincsen, de így ezek a léz, de van így egy családod, aki olyan, amilyen, akkor amúgy így el tudsz indulni. Folytatom a népszerűségi indexem csökkentését. A rehabok ilyen kiskirályságoként működnek, és meghatározzák, hogy amúgy ki az, aki jöhet, és hogyha amúgy így viszonylag kevés munka van veled, akkor is szívesen veszünk föl, hogyha 50 éves vagy, és egyébként 36 utcán éltél eddig, és nem volt még felépülési kísérleted, hát így már nem tudom. Mert hogy akkor az úgy ezzel kicsit több lesz a meló. Szóval nagyon-nagyon sok mindenben jó működik az ellátórendszer, de az utcán élő droghasználókat az utóbbi egy évtizedben elengedte mind a társadalom, mind pedig az ellátórendszer sajnos. Köszönöm, ez most nem ez a részhez kapcsolódik, de a filmmel kapcsolatosan, hogy volt ez a nutellás szereplő, aki említette, hogy korábban pár száz forintba került a kristály, és most már ilyen 15-20 ezer forintokba kerül. Hogy én erről a tendenciáról nem tudok semmit, hogy erről lehet valamit tudni, hogy ez akkor ilyen városi közegekben jellemző, meg milyen körökben. Erről esetleg van valamilyen információtok? Figyelj, igazából, ha valaki egy betöltött cigi, tehát maga ugye a biofű, az egy por. Hát most ugyanaz igazából, tehát kb. Mind a kettő esetben, hogyha napi szintű költést nézünk, akkor az utcán élés szintjén nem nagyon van különbség. Tehát valaki, hogyha utcán élő droghasználó, akkor mondjuk elkölt egy nap mondjuk 6-8 ezer forintot cuccra. Amúgy, hogyha heroint használsz, és van-e még hármas pak, már régen dolgoztam heroin használókkal, az mondjuk három-hármas pak, az amúgy kihúzod a napot, ez kb. Ugyanaz. Tehát az, hogy ez a szegények drogja, vagy hogy 200-300 forint, ez már régen nincsen. Alapvetően én nem látok különbséget benne. Kialakult egy kettős drogpiac, tehát az utcán élő droghasználóknak saját piaca van, ahol a kristályt és a biót be lehet szerezni. A bérből fizetésből élők erről a piacról nem tudnak. Se a létezéséről nem tudnának szerezni. Mások a dílerek, mások a szóró emberek, más teszi bele a pénzt. Az utcán droghasználók a klasszikus szerpiacról nem tudnak vásárolni, mert nem férnek hozzá, mert hogy hajléktalanként élnek. Tehát két drogpiac működik Magyarországon. A nyomorban élő drogpiacán ez a kétszer van, és ez változik heti, havi, fél éves rendszeresség alatt, valamitől függően, hol a kristály megy jobban, hol a bió megy jobban. De mondjuk azért minden nap kristályozni, tehát így gőzölni a kristályt fóliáról, hogy volt is itt az egyik nő csinálta, azt azért nem tudod minden nap. Tehát azért az úgy kifordít érzelmileg, meg az úgy kevésbé biózni se, de hogy nagyjából szerintem pénzben nincs akkora különbség, mint gondolnánk, hogyha az utcán élő szintjét nézzük. Persze el lehet kólázni 100 ezer forintot, meg 150 ezeret is egy nap, tehát hogy le tudjuk tolni az arányokat, de hogy alapvetően nincs akkora különbség, mint gondolnánk. Én ezt még mondanék, hogy a Benjaminnak nagyon fontos volt a srác, aki dealer volt, és aztán ő intravénás használó lett, csak ugye ő azt mondta, hogy nem fogalma nem volt, hogy hogyan kell lőni, mert ő még semmi információt nem hallott róla. Igen, és tehát neki ezért ment szét a karja. Tehát ez ilyen alacsony küszöb, az pont arra jó, hogy ez ne történjen meg. Mert ha lett volna egy hely, ahol be tud menni, egy tűcsere, vagy valami,
akkor ez ment volna. De hogy ő nagyon fontosnak tartotta azt, hogy elkülönítse magát a szintetikus kannabinoid használóktól, és azt mondta, hogy ez egy nagyon más típusú szer, és hogy őtől olyan soha nem lesz, és szerintem ez valós, hogy azért el lehet, tehát hogy sokszor összemossuk szerintem ezeket a különböző szintetikus szereket egymással, és nagyon más funkciója van ennek a kettőnek, és nekem úgy tűnik, hogy ezeknek a szereknek a használata, én azt gondolom egyébként, hogy egy bizonyos szempontból egy valós igényt elégít ki, az, hogy ne alkoholt kelljen feltétlenül használni, és ezért egy cannabis pótlószert használnak egyik oldalon, a másik oldalon meg egy kokain pótlószert használnak, mert azért valamennyire szerintem lehet egy kokain pótlónak mondani a szintetikus katinonokat, tehát a kristályt. Szerintem. Tehát ő legalábbis úgy beszélt róla, mintha kvázi kokain használó lenne, vagy nekem nagyon úgy tűnt, hogy ez a, és ő azt mondta, hogy van, aki alkalmilag használ, van, aki néha használ, és hogy ő semmiképpen nem azonosítja magát azokkal, akik a szintetikus THC. Nekem inkább speed dealernek tűnt így elsőre. Vagy akkor speed. Igen. De hogy, tehát hogy azért a kokain ez egy mesterséges megerősítő, míg a szintetikus kanabinoid, vagy az új stimulás, tehát a kristek, azok azért inkább okoznak paranoid téveszméket, identitásvesztés, széthullás, tehát hogy azért legkevésbé sem vagyok megerősödve abban a helyzetben. Az biztos, hogy a két szerpiac között óriási és éles a kontúr. Tehát nincs igazából átjárás, és hogy az, hogy igen. Még a másik, ami fontos, az az, hogy alapvetően nem a molekulával van baj, hanem a dozírozással, meg a kontextussal. A Levente, aki mondta ezt, és szerintem nagyon fontos, mert hogy önmagában ezek a... Tehát hogy az is nagyon fontos, hogy olyan mondta, hogy itt ez egy sok-sok-sokszoros túladagolása ezeknek a szintetikus THC szereknek. És én egyébként 10 évvel ezelőtt forgattunk a Petivel Új-Zélandon arról, hogy ott megpróbálták, mert nagyon sok szintetikus kannabinoid volt Új-Zélandon, és ott megpróbálták azt, hogy legalizálják ezeket a szereket, mégpedig úgy, hogy hoztak egy olyan törvényt, amit el is fogadtak, hogy ha megcsinálják vele az összes olyan orvosság során elkészített vizsgálatot, kutatást, állatkísérletet, mindent, ami után meg tudják mondani, hogy ezt ilyen dozírozásban lehet használni, ezt lehet ráírni a csomagolásra, ilyen mellékhatásai vannak, akkor piacra lehet dobni szintetikus kannabinoid készítményeket, pont azért, hogy ne legyen kiszámíthatatlan ezeknek a szereknek a hatása. És ezt meg is csinálták, csak aztán amennyire tudom, ez lehet, hogy nem pont így van, de amennyire én tudom, azon hasalt el ez a történet, hogy az állatvédő lobby megfúrta ezt, mert hogy nem megtilt, hogy viszont megtiltották azt, hogy állatokon lehessen kísérletezni. És azért végül ez nem történt meg, úgyhogy továbbra is embereken kísérleteznek ezekkel a szerekkel. De hogy én azt gondolom, hogy egyébként ez egy érdekes kérdés, hogy lehetne ezeket a szintetikus szereket legálisan használni, vagy pedig sokkal jobb lenne, hogyha a kannabiszt legalizálnánk, és akkor ezeknek megszűnne az igény ezekre a szerekre. Ezek nagyon izgalmas kérdések. Hát itt talán a nagyon, nagyon nagy különbséget akkor lehet látni, amikor a felépülést vagy a gyógyulást nézzük. Az, hogy valaki az élete egy bizonyos szakaszában használ különböző szereket, akár kockázatos szereket is, vagy akár végig szív 3-4 évet, de hogy kicsit rendeződik a helyzete, akkor amúgy abba hagyja és folytatja az életét. Az alacsony társadalmi státuszú emberek esetében ez a lehetőség. Mert hogy egyszerűen nincs meg a továbblépés lehetősége, nem fog javulni az élethelyzeted, nincs semmi olyan nem történik, ami miatt változtatnál, semmi olyan kapcsolati háló nincs az életedben, ami segíteni ezt a változást, és hogy igazából olyan igazságtalan ebből a szempontból is az élet. Tehát ameddig azt látjuk, hogy a középosztályban simán van kb. Öngyógyulás, egyetemnek vége, abba hagyja, meg csak egy tépőzárat, valami történik, de az életemben vannak dolgok, amikbe lehet kapaszkodni. Az egy gyermekvédelmi szakellátásból az utcára érkező ember esetében soha az életben nem fog eljönni, addig, amíg ő nem kapcsolódik ellátórendszerhez. És a leginkább itt lehet látni azt, hogy amúgy itt nem elsősorban a drogok okozzák a problémát, és ugyanúgy a mostani ketamin hullám ugyanúgy fog okozni problémát a középosztálybeli fiatalok életében, csak más módon fog jelentkezni. Ez a probléma. Minél sérülékenyebb, ezért is nevezik sérülékeny társadalmi csoportnak, minél sérülékenyebb egy csoport, annál inkább a droghasználatnak az ártalmait fogja
megkapni, és minél inkább van valaki egyben, és minél jobban funkcionáló személyiség, és minél érettebb, és minél jobb az élete, annál inkább fognak ezek a drogok valamilyen módon hozzátenni az életéhez. Nekem a kérdésem első fele ugyanaz volt, mint neked, de hogy a másik fele pedig, ugye az egyik fele az, hogy emberileg a helyzetben hogyan tudunk segíteni, és hogy ezt egy kicsit tovább gondolva arra lennék kíváncsi, hogy ti mit gondoltok arról, hogy magyar állampolgárként egyáltalán hogyan tudjuk segíteni a függőket, meg a szociális dolgozókat, mert hogy én is segítő vagyok, szociális munkás, már jó pár éve, és azért azt hiszem, tudom ezt mondani, hogy a segítő dolgozók nevében, hogy nagyon gyakran elő tud fordulni ez a tehetetlenség érzés, meg az, hogy az államra, meg az állami rendszerre nem tudunk számítani, és ez a kiégés sokkal gyorsabban tud előjönni, és hogy valahogy mégis úgy arra jön ki a dolog, hogy az emberekre kell számítani, meg a népre, hogy magyar állampolgárként mik azok a praktikus dolgok esetleg, amiket gondoltok, hogy tudják segíteni a függőket, vagy az alacsony küszöbű, vagy bármilyen ilyen ellátást, ami ugye haldoklik kb. Vagy alig van, de hogy magyar állampolgárként milyen lépéseket lehet tenni, hogy mégis javuljon a helyzet, hogyha már az állam nem tesz semmit. Hát ez nagyon jó kérdés szerintem. Ami elsőre eszembe jut, az, hogy el lehet menni önkénteskedni és segíteni, az iszonyú sokat segít. Tehát elmenni egy hajléktalan ellátásba valahova segíteni, vagy ételt osztani, vagy ruhát osztani, hiszen ezek mind iszonyú fontos dolgok. Meg lehet gondolom anyagilag is támogatni 1%-kal, meg ilyen olyan támogatásokkal ezeket a szervezeteket. Nekem nagyon... Hát szerintem, hogy mindenki a saját közegében felvállalja a kockázatot, és megpróbálja az embereknek elmagyarázni azt, hogy milyen motorok, milyen traumák működnek, amögött, amikor valaki droghasználati zavarra küzd, és direkt a függő szót kerülöm direkt. Szerintem az nagyon fontos, hogy ezt inkább ilyen missziós munkaként így megpróbálja asszertív kommunikációban még egyszer neki futva elmondani, hogy amúgy nem drogos állat, és hogy amúgy nem kéne őket vagonokba zárni. Meg. És akkor nem ez könnyű, de akkor megint elmondja, azt mondom, az fontos. Szerintem az, hogyha picit szakítunk az álszentséggel, és megpróbálunk kiállni és beszélni arról, hogy amúgy mi hogyan éltünk meg dolgokat, hogy amúgy hogyan küzdöttünk meg. Ezekkel aztán az is nagyon fontos, hogyha azokat a kampányokat, amelyek bontják ezeket a falakat, mint a most zajló tépőzár, szerintem az megint csak segít, de alapvetően az utcán élő droghasználók esetében talán a legmerevebb a fal. Tehát, hogy ott tényleg egy ilyen multistigma bontakozott ki. Utcán élő roma, gyerekvédelmi ellátásból érkezik, droghasználó, tehát hogy tényleg begyűjtötte az összes hepatitis C fertőzött, tehát az összes olyan stigmát begyűjtötte, ami akma se teszi arra, hogy kirekesszük. Hogyha egyébként az utcán találkozunk ilyen ember, és kér pénzt, akkor tök jó, hogyha amúgy adunk, és nem moralizálunk rajta, hogy fú, biztos drogra költi. Hát tényleg, lehet, hogy drogra fogja költeni, de hogy ennek ellenére, ha meg támogatjuk ezeket az alapítványokat, és a legkevésbé sem szeretném a drogriporternek az oldalán a Kékpont alapítvány munkáját támogatni, de hogy az fontos, hogy ezzel lehet menni előre, szerintem. És nagyon köszönjük, hogy már ezzel a kérdéssel is támogatod ezt a rendszert. Igen, meg lehet kommentálni, mondjuk, hogyha különböző újságokban vagy videókban lezombizzák ezeket az embereket, és akkor oda lehet írni, hogy ezek nem zombik, hanem emberek. Ha még valakinek kérdése, hozzászólása? Ha nincs, akkor én még azt kérdezném meg tőletek, hogy sokszor szóba került a gyermekvédelmi rendszer, és ez most ugye a média és közérdeklődés homlokterébe is bekerült. Mit hallotok, mit láttok, hogy mi van itt szerhasználat szintjén a gyermekvédelmi intézményekben, és hogy mennyire tudják kezelni ezt az egészet? Hát, én csak azt tudom mondani, hogy azokkal, akikkel Budapest utcáin az elmúlt 3 évben találkoztam, és utcán ő szerhasználó, ők kivétel nélkül mindannyian a gyermekvédelmi ellátásból érkeztek az elmúlt nagyjából 40 évben. Tehát, hogy ez kb. Mindent elmond. Azt, ameddig ezt a forrást nem zárjuk el, addig érkezni fognak. Tehát az emberek beleszületnek ebbe a problémába, nem belecsúsznak a középosztályból, vagy nem, ez nem jellemző, vagy én nem láttam ilyet.
nem tudom pontosan mi van, amit jelenleg a gyermekvédelmi ellátásból látunk, az a rémálom kategóriája, tehát onnan a jó hírek amúgy nem jönnek onnan most. Igen, ezt meg tudom erősíteni, de nem csak a hírek kapcsán, hanem belülről is 5 éve volt egy kutatásunk, a Kalló Zsuzsi vezette, gyerek otthonokba néztük ezt a szerhasználatot, mindenfélét, de az új pszichoaktív szereket is, és hát egyértelműen felülreprezentált, és amiről itt már nagyon sokszor volt szó, hogy a funkciója az ő életükben egy teljesen más ennek a szerhasználatnak, mint mondjuk a középosztálybeli rekreációs bármilyen szerhasználat, szóval, hogy ott sokkal kevésbé van ez jelen, hanem sokkal inkább az, hogy ő a traumáira, az elhanyagolásra, a családban, illetve a szakellátásban szerzett mindenféle traumáira, és nem kell itt egészen súlyos történetekre gondolni, vagy nem arra gondolok, ami most így fölborzolta a kedélyeket, hanem már az, hogy egyedül vagyok, hogy távol vagyok, hogy nem azt kapom, hogy cserélődnek körülöttem a nevelők, hogy azok nem képzettek, hogy alkalmatlanok a gyereknevelésre nagy részük, hogy nagyon nagy a fluktuáció, hogy kontraszelektív ez a pálya. Ez mind olyan trauma, amik abszolút velük élnek, és ugye a szerhasználat az ő számukra teljesen mást jelent, teljesen más az ő életükben a funkciója, mint annak, aki alkalmanként használ. Szóval ez abszolút így van. Hát meg gondoljunk bele, hogy az, hogy valakinél mekkora lesz a kockázata a droghasználatának az életében, az attól függen, a romantikus dolgoktól, hogy amúgy mennyire szerették őt, mennyire nevelték, mennyire volt referencia személy az életében, mennyire nem éregették össze a tesójával, mennyire volt beágyazva az élete, mekkora az önismerete, mekkora milyen iskolákba járt kb. Tehát hogy ezek ilyen jó védőfaktorok. Minél kevesebb van ebből, annál nagyobb a kockázat annak, hogy valaki elcsúszik. A gyermekvédelmi ellátásból valaki egy ilyen deficittel érkezik, hogy ezek közül egyik sincsen meg, és akkor így kerül bele az utcai droghasználatnak az őrületébe, egy ilyen traumatenger 2.0-ba. És a gyerekvédelmi rendszer ehhez nem tesz hozzá, ezeket nem javítgatja ki, vagy igazítja ki, vagy csökkenti ezeket a kockázatokat, hanem minimum tartja, de hogy tartja, néha rá is bántalmazza a gyerekeket még pluszba. Néha rá is erősít. Hát, vagy egymást is azt hagyják, szóval, hogy tényleg ezernyi ilyen trauma típusú dolog szedhető össze, és ugye mi ebben a kutatásban egyébként a lányokat vizsgáltuk, és hogy ő náluk ez teljesen egyértelmű volt, hogy egyharmad volt azoknak az aránya, nagyon szépen jött, akik már úgy kerültek be, hogy használtak valamilyen szert az ő közösségükbe, és ezzel nem tudott mit kezdeni a gyerekvédelmi rendszer, vagy ott kezdtek el szert használni kamaszként, és hát ezt sem tudta sem megelőzni, se kezelni a gyerekvédelmi rendszer. Ez fontos egyébként a Feri, amit mondtál, hogy deficittel érkezik, tehát hogy valamit nem kapott meg, mert hogy amikor az emberek ugye a traumáról beszélnek, akkor általában arra gondolnak, ami a legrosszabb, tehát hogy valami olyan történt, vagy megerőszakolták, megverték, ami egyébként szintén gyakori, de hogy van ahogy Máté Gábor is szokta mindig mondani, hogy két dologtól történhet a trauma, az egyik, hogy valami történt veled, a másik, hogy valami nem történt veled, tehát hogy nem kaptad meg azt egyszerűen azokat a azt a gondoskodást, azt a szeretetet, azt az odafigyelést a szüleidtől, ami nagyon alapvetően hozzájárul ahhoz, hogy utána te mennyire tudod menedzselni az érzelmeidet, mennyire tudod kifejezni magadat, mennyire tudsz működni egy emberi kapcsolatban. És hát igen, ez a gyermekvédelmi intézményekben ez így abszolút van. Ezzel kapcsolatban egyébként ugye, nem tudom, a filmben biztos emlékeztek Bélára, aki a Miskolcon adott interjút, és ebből a szempontból is az ő vele készített interjú az elég nagy hatással volt rám, ami utána még az interjú után már sajnos nem vettük fel, de még utána sokat beszélgettünk, és akkor elmondta, hogy ez akkor egy kicsit így jobban megnyílt egyébként, hogyha egy több időnk lett volna erre az egészre, és egy kicsit mélyebb interjúkba belemegyünk emberek, akkor nagyon érdekes sztorikat lehetett volna itt is találni, és ez a börtön szocializáció, hogy ez hogy is megy a ezekben a közösségekben, hogy gyakorlatilag a szülők, vagy legalábbis főleg az apák, ugye, mert ugye a férfi az, aki benn volt a börtönben, és ez a valahogy egy ilyen férfiasság próba, hogy te a börtönbe bekerülsz majd, és akkor leszel igazán férfi. Tehát egy ilyen beavatási rítus gyakorlatilag.
és hogy az apja úgy készítette őket fel a börtönre, hogy így le kellett térdelni a gyerekeknek, és így ájultra verte őket. Gyakorlatilag ez volt, tehát hogy felkészíti őket, hogy majd amikor téged, fiam, a börtönbe vernek, akkor majd te keményen fogod állni, és akkor majd helyet fogsz állni. És hogy egy életre traumatizálta a gyereket ezzel. És hogy ezek a sztorik, amik hát akkor nem jönnek fel, amikor csak így látsz valakit dülöngélni az aluljáróba, vagy hasonlók, tehát hogy mennyi ember, mennyiféle sztori van ezek mögött a dolgok mögött. És hát akkor ennek a kezelésére használta azt a szert, amit megtalált, hogy az alkohol nem működött, mert attól még dühösebb volt, a rivotriltom szintén dühösebb volt. Igen, ugye beszélt erről sokat, hogy a düh, az agresszió, és hogy ez honnan jött, és hogy egy csomószor van ez is a szerhasználók esetében, ez az agresszió, és hogy hát bizony ez is jön valahonnan. És akkor nem dühös, amikor kristályozott, tehát akkor lenyugodott, és hogy akkor tudott emberekkel barátkozni, meg egyáltalán barátokat találni, és nem egy ilyen agresszív állapot volt. Tehát ez is mutatja azt, hogy minden ilyen szerhasználatnak van egy funkciója. Lehet, a Benjaminnál is az simán lehet, hogy ő egy ilyen ADHD, és nem tudom, de hogy lehet, hogy ő figyelemzavaros, és az segíti őt lenyugodni egy kicsit az amfetamin. Az érzelmi halucináció, az MDMA használóknál is ugyanúgy működik, csak ugye ott nem kerülsz ekkora bajba emiatt, mert hogy egyébként másként is vagy képes megírni érzéseket. Az a benne, hogy valaki életében droghatás alatt éli meg először azt, hogy ilyen típus érzéseim is vannak, ő van nagy bajban. Hát igen, ez is egy érdekes kérdés, ugye, hogy milyen gyakran együtt járnak szerhasználati problémák a különféle mentális problémákkal, pszichiátriai betegségekkel, amik diagnosztizálatlanok maradnak, és hogy ugye erről is tudnánk elég sokat beszélni, hogy egyébként, ha valaki szerhasználati problémákkal is rendelkezik, meg mondjuk még valami mással, ADHD, depresszió, valami, és akkor ő elmegy egy pszichiátriai intézménybe, akkor nagyon gyakran elhajtják a francba, hogy hát akkor mennyire az addiktológiájára tesó, mert hogy kettős diagnózis esete. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, meg a vendégeknek, Fecónak, Juditnak, illetve hát a filmkészítőjének, Pistinek. Köszönjük, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen. Köszönjük, sziasztok. Köszönjük.